Engedjék meg nekem először is, hogy köszönetemet fejezzem ki mindazoknak a munkatársaimnak, akik részt vettek ebben a pályázatban. Az élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódó 18 hónapos projektet zárt a Dunajvárosi Főiskola. A 2012. szeptember 1-én induló programhoz szükséges összeget, vagyis majdnem 21 millió forintot pályázat útján nyert el az oktatási intézmény. Két fő pillére volt a pályázatnak. Az egyik az, hogy a Dunajvárosi Főiskola támogatói szerződést kötött a Lóránffy Zsuzsanna szakközépiskolával, és ennek a támogatói szerződésnek a keretében a középiskolás tanulók ide jártak a főiskola könyvtárába, és itt nekik szövegértési és könyvtárismereti foglalkozásaik voltak. Ezeket a kompetenciafejlesztő foglalkozásokat egy főiskolai, illetve kettő középiskolai pedagógus tartotta. Másik nagy pillére ennek a projektnek, ami igazándiból a pénznek a nagyobb részét jelentette, az eCorvina integrált könyvtári rendszer bővítése különböző modulokkal. Na most ez az a rész, ami remélhetőleg nem csak a főiskolát fogja pozitívan érinteni, hanem ennek segítségével a főiskola szellemi központjává válhat ennek a térségnek. Az integrált könyvtári rendszer segítségével lehetővé válik, hogy a főiskola hallgatóinak és oktatóinak tananyagként használható dokumentumait elektronikus úton bárki elérhesse. Kiemelte, hogy ez az adatbázis nem csak az intézmény számára nyílt, tehát bárki beiratkozhat, hozzáférhet a tartalmakhoz és igénybe veheti a szolgáltatásokat. Így módon az idősebb korosztály számára is lehetőség nyílik ismereteik bővítésére. Még most is otthon böngészgetem a könyveket, mert nagyon érdekel minden végül is. Hogyne, mert újak vannak, és az embernek az agya is már nem olyan, és újakat hall. Hogyne, én szerettem tanulni, és meg most is szeretnék. Vannak, akik bizonyos okokból nem tudnak tovább tanulni, viszont ahogy lehetőségük engedni, szívesen visszaülnének az iskolapadba. Visszaülnék nagyon szívesen, csak sajnos most már 60 éves vagyok, nem tettem meg. Amit nagyon szerettem volna, gyermekápolónak lenni, csecsemőápolónak, de sajnos a szüleim azt mondták, hogy nem mehetek tanulni, mivel hogy hát olyan volt az anyagi helyzet, hogy inkább dolgoznom kellett menni, iskola után rögtön mentem. Én kereskedelmi végzettségű vagyok, én ebbe mennék tovább. Én nehéz tanuló voltam, tehát nehezen tanultam, de a mai világban úgy látom, hogy aki tanul, az sokkal többre viheti, és visszaülnék igen szívesen. Én jó emlékekkel emlékszem az iskola diákévekre. A Dunajvárosi Főiskola elektronikus könyvtárát folyamatosan fejlesztik, tehát elérhetőek akár a szakdolgozatok, akár az e-learning tananyagok, hamarosan angol nyelven is. Így korosztálytól függetlenül mindenki megtalálhatja a számára érdekes témaköröket, információkat, és tanulhat akár élethosszig.